támogatás a dohánytermelőknek. A hektáronkénti átlagosan 900 ezer forintos összegből 600 ezer forintot még ebben az évben megkapnak a gazdák. A támogatás folyósítása már elkezdődött. Évente 25 ezer infarktus. A betegek hiába tapasztalják az infarktusra utaló jeleket, mégsem hívnak mentőt, pedig az időben kórházba érkezők 95%-a megmenthető. Nagyszabású beruházás. 6,5 milliárd forintból 98%-os pályázati támogatással valósult meg 8 megyebeli település szennyvíz beruházása, köztük Apagyé is. Két részletben kapják meg a dohánytermesztéshez nyújtott 5 milliárd forintos állami támogatást a gazdálkodók. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hektáronkénti átlagosan 900 ezer forintos támogatási összegből 600 ezer forintot még ebben az évben, 300 ezer forintot pedig a következő év első harmadában fizetnek ki. A támogatás folyósítása már elkezdődött. Az idei évtől már nem biztosít támogatást az Unió a dohányágazat számára, ezért nemzeti forrásból pótolják a kieső támogatásokat, amelyet két részletben kapnak meg a termelők. A Burley dohányok esetében hektáronként 500 ezer, a Virginiánál pedig 600 ezer forintra emelték az összeget, amelyhez még az úgynevezett de minimis támogatást is igénybe vehetik a dohánytermelők. A nemzeti támogatásnak a kifizetése kezdődött meg a héten, és folytatódik a jövő héten is. Ez több részből tevődik valóban össze. Most a 2013-as felemelt nemzeti támogatást pótolja a kormány, és a 2014-esnek is az elmaradott támogatását. Ez azt jelenti, hogy egy 4-600 ezer forinthoz juthat minden termelő a hétfőtől és a jövő hét a két kifizetés összegével együtt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3600 hektár dohányültetvény van, így a térség foglalkoztatási helyzetében is fontos szerepe van az ágazatnak. Az idei szokatlanul meleg időjárás nem kedvez az ültetvényeknek. Sajnos ez a meleg a dohányféleségekre is rányomja a bélyegét, az alsó levelek elszáradnak, elkezdenek felégni, így veszélybe kerülhet az a bizonyos korlátozás, egy bizonyos súly mennyiség van meghatározva a támogatáshoz, ennek a teljesítése kerül veszélyben. Most folynak ilyen felmérések, hogy körülbelül mit jelent ez megyei szinten, és ha ez olyan jelleget ölt, hogy viszmajort kell jelenteni, akkor ezt a falugazdász hálózaton keresztül rövid időn belül meg is kell kezdeni. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy 2016-tól várhatóan az idejéhez hasonlóan évi 900 ezer forintos támogatást vehetnek igénybe a dohánytermelők hektáronként. Magyarországon évente közel 25 ezer ember kap szívinfarktust. A betegek hiába tapasztalják az infarktusra utaló jeleket, mégsem hívnak mentőt, pedig az időben kórházba érkezők 95%-a megmenthető. A nyári hónapokban a hőingadozás okozhat problémákat, a veszélyeztetettek közé tartoznak az idősek és a magas vérnyomásban szenvedő betegek. Sokan nem, vagy csak későn hívják a mentőt és kerülnek kórházba, pedig 30 perc késlekedéssel 7-8%-kal nő a halálozás esélye. Leggyakrabban az 50 és 70 év közöttieket érinti az infarktus, de egyre több 20 és 30 évest is érint a betegség. A nyári hőségben a legveszélyeztetettebbek a magas vérnyomásban szenvedő betegek. Oka kettős, egyrészt nagy melegben sok folyadékot vesztünk, kevesebb folyadékot fogyasztunk, főleg az idősebb betegek hajlamosak erre, hogy a folyadékbevitelüket csökkentik. Emiatt a vér besűrűsödik, egyszerűen így is lehetne fogalmazni, a véralvadási faktorok koncentrációja megemelkedik, vérről képződésre a rizikó fokozódik. A másik oldal pedig az, hogy a kevesebb keringő folyadék miatt a vérnyomás a betegeknek alacsonyabb. Alacsonyabb vérnyomás mellett egy beszűkült érrendszerű betegnél a keringés is romlik, és sajnos az szívizominfarktus rizikóját emelheti. A szívinfarktus leggyakoribb tünete a mellkas közepén érzett fájdalom, de gyomorpanaszai is lehetnek a betegnek, amiért sokan úgy gondolják, egyszerű gyomorrontásuk van. Ha korábban nem érzett hasonló fájdalmat, valaki ajánlott orvoshoz fordulni vagy mentőt hívni. Nyíregyházán a 24 órás ügyeletnek köszönhetően az elmúlt években a felére csökkent a súlyos esetek száma.
Jó beteg és háziorvos együttműködéskor a háziorvos ismeri ezeket a rizikófaktorokat. Hogyha úgy látja, hogy a beteg kardiovaszkuláris szempontból egy magasabb rizikóba tartozik, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy a rizikóambulanciára küldje be, ahol speciális szakember megfelelő kardiológiai támogatás mellett objektíven tudja vizsgálni ezeknek a rizikófaktoroknak a fajsúlyát, és időben ki tudjuk emelni azokat a betegeket, akik későbbi infarktus szempontjából valóban veszélyeztetettek. Az infarktushoz öt tényező vezethet: a dohányzás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás, de ugyancsak rizikófaktor még a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás és a stressz. Ma este 20 órától hozzák nyilvánosságra a szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait, amelyek a hivatalos kihirdetés után leghamarabb a www.felvi.hu oldalon érhetőek el. Az Oktatási Hivatal és az Edukáció Kft. Tájékoztatása szerint, ahogy eddig is, a ponthatárokat a felvételizők számának, az intézmények kapacitásának, valamint a jelentkezők eredményeinek figyelembevételével határozzák meg. A besorolási döntést, amely tartalmazza, hogy kit hova vettek fel, az e-felvételi szolgáltatásból tölthetik le a jelentkezők. Amint a határozat elérhetővé válik, az Oktatási Hivatal e-mailben értesíti a felvételizőket legkésőbb augusztus 5-éig. 6,5 milliárd forintból 98%-os pályázati támogatással valósult meg 8 megyebeli település szennyvízberuházása, köztük Apagyé is. A hálózat 7000 család számára nyújt szennyvízkezelési megoldást 4 agglomerációban. A háztartások folyamatosan csatlakoznak a hálózatra. Az uniós támogatásból megvalósuló beruházással 8 településen oldódott meg a szennyvízelvezetés problémája. Emellett megújult a Baktalórántházi szennyvíztisztító, valamint Apagyon és Nyíribronyban is egy új telepet alakítottak ki. A közműfejlesztéssel csökken a levegőbe, talajba, valamint a talaj és rétegvízbe jutó káros anyag mennyisége. Nagy örömünkre 8 településnek a szennyvíz beruházását sikerül megvalósítanunk. Ez a beruházást 2011-ben kezdtük el megpályázni. A kivitelezés 2013-ban kezdődött el. A beruházás nagyságrendje pedig 6,5 milliárdos. A forrás összetétele az uniós forrásból valósul meg 95%-ban, és hazai forrás van még PM önerő alapból, így összességében több mint 98%-os a támogatottság a beruházásnak. A hiányzó önerőt lakosság, illetve önkormányzati hozzájárulásból biztosították a beruházásban érintett települések számára. Ez a beruházás 7000 családnak oldja meg a 8 településen a szennyvízelvezetési gondját. Nyilván a legfontosabb a környezetvédelmi előnyök, amit ez a beruházás megteremt. Folyamatos a rákötés, ahogy a beruházás halad, jelenleg egy ilyen 60%-os nagyságrendű a rákötések száma. A háztartások folyamatosan csatlakoznak a hálózatra. Július végétől már 100%-ban biztosítottá válik a lakosok számára a szennyvízhálózatra való rákötési lehetőség. A statisztikák szerint a 25 és 35 év közötti fiatalok több mint 40%-a külföldön él, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján az MSZP megyei alelnöke. Halmi József szerint a fiatalok helyzete kilátástalan, nincs megfelelő munkalehetőségük, és az őket segíteni hivatott ifjúsági garancia program is megbukott. A politikus úgy véli, a fiataloknak tényleges munkalehetőséget és nem közmunkát kellene biztosítani Magyarországon. Közmunka, aminek az lenne a feladata, hogy utat mutasson a munkaerő vagy a munka világába. Ez a világ ma Magyarországon szerintem nem létezik, nem utat mutat, hanem beragassza ebbe a semmittevő környezetbe a fiatalt, és utána már elmegy a kedve is attól, hogy ebből kilépjen, mert nem tudja azt, hogy ez mit jelent. Ebbe kellene szerintem sokat változtatni. Személygépkocsi hajtott árokba a 4-es főúton Újfehértó és Téglás között szerda délután. Egy traktor közlekedett Téglás irányába, a vezető balra próbált kanyarodni, amikor odaért az autó, ami előzni akarta a járműszerelvényt. A személyautó az ütközés kikerülése érdekében balra kapta a kormányt, majd jobbra. A gépkocsi letért az úttestről és az árokba hajtott. Személyi sérülés nem történt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, valamint további 4 határmenti megyébe és a fővárosba helyezett ki sugárfelderítő mérőautót az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművet hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit.
Két szibériai tigriskölyök született a Nyíregyházi állatparkban. A kéthetes állatokat ma vették ki először anyjuk mellől, hogy az állatorvosok megvizsgálják őket, és megtörténjen az első állapot felmérés, az ivar megállapítása, valamint a félrettelenítés. Két 4 év után visszatérő játékos is elkezdi majd a felkészülést augusztus elején a Marsó Nyíregyháza csapatánál. A 206 cm magas 28 esztendős válogatott center Lekli József és a 191 cm magas 22 esztendős irányító Bus Iván is kulcsembere lehet a legjobb 8 közéjutást megcélzó együttesnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, valamint további 4 határmenti megyébe és a fővárosba helyezett ki sugárfelderítő mérőautót az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A korszerű járműveket használó egységek feladata, hogy kiszűrjék azokat a járműveket, amelyekkel esetleg valamilyen sugárzó anyagot, például izotópot csempésznek. A cél a schengeni határszakaszok védelme és a főbb tranzit útvonalak ellenőrzése. A katasztrófavédelmi sugárfelderítő egységeket az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma adományozta a magyar katasztrófavédelmi szerveknek a sugárzó anyagok illegális szállításának és környezetbe jutásának visszaszorítása érdekében. A gépjárművünk egy katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység. Ezt a járművet a közúti forgalomban, illetve a határátkelő helyeken a közúti gépjárműveknek a megfigyelésére fogjuk használni, illetve kiszűrni azokat a járműveket, amelyek esetlegesen valamilyen sugárzóanyag vagy izotópanyag csempészetére irányulnak, ezzel is hozzájárulva a lakosság közbiztonságához. Az egységek sugárfelderítő tevékenységükkel szükség esetén támogatják a közúti, vasúti, vízi és légi veszélyes áru szállítási, telephelyi, illetve az iparbiztonsági ellenőrzéseket. A mérőeszközök ezen felül tömegrendezvények biztosítására is jól alkalmazhatók. A forgalomból kivett gépjárműveket szűri meg, figyeli meg, egy gamma és egy neutron sugárzásmérő műszer van benne, egy sugárkapu van beépítve, amellyel a mellette elhaladó gépjárművet tudjuk megfigyelni. Az adatokat számítógépre rögzíti maga a sugárkapu, és ezekből tudjuk meg, hogy van-e a gépjárműben esetleg sugárzóanyag, vagy nincs. Amennyiben sugárzóanyag van benne, akkor nekünk jelez is a műszer, és a kivett gépjárművet ezután kézi műszerekkel át tudjuk vizsgálni, és meg tudjuk keresni benne az esetlegesen elrejtett sugárzás veszélyes anyagot. A főfelügyelő hozzátette, az autó tesztelésén már túl vannak, a használatát már megkezdték, elmondása szerint eddig még nem találkoztak sugárzó anyaggal. Befejeződött a nyíregyházi bújtosi sétány 450 méteres szakaszának felújítása. A nyírvévé a bújtosító városközpont felüli 2 túrészleténél új alapozó réteget terített le, ehhez mintegy 45 tonna darált betont használt fel a társaság. A sétányt 30 tonna vörös salakkal borították le, és a területen folytatják az élő világ rehabilitációját. A bújtosi tó mintegy 12 hektár nagyságú természetes vízgyűjtőként is szolgáló túrendszer. A Városligeti, azaz az Örökösföld felőli túrészletét folyamatosan fejlesztették, a sétányt, illetve a pihenő részeket is, sőt a közeljövőben a játszóteret és a kondiparkot is. A tervek szerint új eszközökkel bővítik. A Nyírvévé 2013 óta már a tó városközpont felőli 2 túrészletére is nagy figyelmet szentel. A bújtosi tónak ez a részlete, most mondhatnám, hogy eléggé elhanyagolt állapotban volt. 13 évben közel 1000 tonna bomló szerves anyagot szedtünk ki a tó partvonalából, illetve a tó belsejéből, ami különösen ilyen nyári melegben elég erős szagot, mondhatnám, hogy büdösséget árasztott a környéken. Tehát ez mind az itt lakóknak, mind az itt látogatóknak igen kellemetlen volt. Gyakorlatilag ezt elvégezve, következő évben folytattuk a partvonalrendezést, a nád kivágását, és igyekszünk megteremteni a tónak azt a ökológiai egyensúlyát.
A túrészletekbe már visszaköltöztek a madarak, de az élővilág rehabilitációját tovább folytatják itt. Több mint 1200 kg őshonos pontyot telepítenek majd a bújtosi tóba, ebből 200 kg kerül a városi oldalra. A felújított sétányt pedig Nyíregyháza alpolgármestere és a NyírVV műszaki igazgatója avatta fel. A 450 méteres új szakaszt először a ligeti óvodások próbálhatták ki. Itt kicseréltük a szegélyköveket, 45 tonna darátkőből kapott egy új alapozást, és 30 tonna vörösalag felhasználásával kapott egy új burkolatot. Nyilván ez azon túl, hogy esztétikus, biztonságos és kényelmesé teszi a városlakók, illetve ide látogatók számára a tó körbesétálását. A sétány felújítása közel 2 millió forintba került, a munkálatok során kitakarították a két tó közötti átjárót is, így most már az is biztonsággal használható. Két szibériai tigriskölyök született a Nyíregyházi állatparkban. A kéthetes állatokat ma vették ki először anyjuk mellől, hogy az állatorvosok megvizsgálják őket, és megtörténjen az első állapotfelmérés, az ivar megállapítása, valamint a féregtelenítés. A vizsgálaton kiderült, hogy egy nőstény és egy hím kis tigris született, így a nevük Katya és Vladim lett. Az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében itt élő szibériai tigrispár tagjai igen eredményesek, ez már a harmadik közös almuk. Nyíregyházi állatparkban megszületett 2 hete a Pamir nevű 5 éves szibériai tigris nőstényünk harmadik alma, és ebben az alomban, ahogy most vizsgáltuk őket, most először választottuk el a kölyköket. Ez az első lehetőség, hogy megvizsgáljuk az ivarukat, az általános állapotukat, a fejlettségüket. Azt már láttuk eddig is, hogy Pamir nagyon jól nevel, ahogy az előző 2 alomnál is, azonban a kölykökre vonatkozó információkat most tudjuk begyűjteni. Igyekszünk ilyenkor minden szükséges beavatkozást elvégezni, hiszen a tigris kölykök ugyanilyen érzékenyek állatkertekben a környéken előforduló betegségekre, mint a házi cicák. Éppen ezért ugyanazt a vakcinázási sort kezdjük el, hasonló féreghajtókat alkalmazunk. Ez történt most is. A kölykök megkapták az első adag féreghajtót és a csíp azonosítójukat, ami a bőr alá ültetve egész életükben végigkíséri őket. Mindenhol, ahol előfordulnak ezzel a számmal, fogják őket azonosítani. A szibériai tigris a ma élő 6 tigris alfaj közül a legnagyobb termetű. Az ivarérett hímek akár 300 kg-osak is lehetnek, ezzel a legnagyobb nagymacskának számítanak a világon. Eredeti élőhelyükön a számuk alig éri el a 400 egyedet, de a fogságban élők tenyészprogramban vesznek részt. Ők valószínűleg másfél éves korukig együtt maradnak a nősténnyel, ez az a kor, amikor már mindenképp leválasztja az anya a kölyköket, és ekkor elérik teljes fejlettségüket, mind szociálisan, mind pedig fizikálisan, és a tenyészprogram időközben megtalálja a megfelelő helyet a továbbtenyésztésükre, illetve a tartásukra. Az állatpark gondozói felhívták a figyelmet arra, hogy a tigrisek nem házi kedvencek, hanem vadállatok, ezért nem tudnak lehetőséget biztosítani a kisállatok megsimogatására. A szibériai tigris kifutó egy elkülönített részén viszont megtekinthetők a kölykök is. Két 4 év után visszatérő játékos is elkezdi majd a felkészülést augusztus elején a Masó Nyíregyháza csapatánál. A 206 cm magas, 28 esztendős válogatott center Lekli József és a 191 cm magas, 22 esztendős irányító Bus Iván is kulcsembere lehet a legjobb 8 közé jutást megcélzó együttesnek. A nyíregyházi nevelésű Lekli József 4 évvel ezelőtt távozott Nyíregyházáról, majd egy kaposvári szezon követően Székesfehérvárra igazolt, ahol tagja volt a bajnoki címet szerző és kupagyőztes csapatnak, közben bekerült a válogatottba is. Az elmúlt 2 éve Zalaegerszegen töltötte a center, ahol marasztalták volna, ő azonban több ok miatt is a váltás mellett döntött. Az első a család, szinte az összes családtagunk itt Nyíregyházán vagy a környékén, illetve én szerettem volna már elkezdeni edzősködni, mert úgy gondolom, hogy nem leszek az a játékos, aki 40 éves koráig fog tudni kosárlabdázni, sajnos ezt a testem nem fogja engedni, és szeretném már bedolgozni magam így az edzői karrieremet elkezdeni építeni, és itt Gomkötő Norberttel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ő mondta, hogy mindenben tud nekem segíteni. Ez volt a másodikok, a harmadikok ugye Nyíregyházán most egy változás megy végbe a kosárlabda területén, új ügyvezetés van, új vezetőkkel, ugye Ernőnek a személye is, hiszen jó edzőnek tartom.
És ezek a dolgokat így, hogy összeraktam, így úgy gondoltam, hogy itt van az ideje, hogy visszatérjek, és részese legyek én is ennek a építkezésnek. Busz Iván junior bajnokként, korosztályos válogatottként távozott Paksra, ahol bajnoki bronzérmes lett és döntőt játszhatott a Magyar Kupában. Az irányító két soproni és egy szombathelyi évet követően mondott igent a nyíregyházi ajánlatra. Mindig is álmom volt nekem még gyerekkoromban, hogy saját városomba, saját közegembe, ismerőseim, rokonaim előtt játszhassak. Igazából a koncepció az, hogy rövid távon 8-ba kerüljünk. Szerintem idén reális célkitűzés lehet, de úgy gondolom, hogy bravúr kategóriába tartozna. De mindenképpen 8-ra szeretnénk jutni, egy fiatal, ambiciózus magyar maggal, és pár jó idegen légióssal kiegészülve, és hát mindent meg fog tenni, hogy sikeres legyen a csapat, illetve a hazai mérkőzéseken remélem, hogy meg tudjuk örvendeztetni a nézőnket. A két játékos júliusban egyéni edzéseket végez, majd augusztus elején csatlakozik a felkészülést elkezdő nyíregyházi csapathoz. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Két részletben kapják meg a dohánytermesztéshez nyújtott 5 milliárd forintos állami támogatást a gazdálkodók. A hektáronkénti átlagosan 900 ezer forintos támogatási összegből 600 ezer forintot még ebben az évben, 300 ezer forintot pedig a következő év első harmadában fizetnek ki. A támogatás folyósítása már elkezdődött. Magyarországon évente közel 25 ezer ember kap szívinfarktust. A betegek hiába tapasztalják az infarktusra utaló jeleket, mégsem hívnak mentőt, pedig az időben kórházba érkezők 95%-a megmenthető. A nyári hónapokban a hőingadozás okozhat problémákat, a veszélyeztetettek közé tartoznak az idősek és a magas vérnyomásban szenvedő betegek. 6,5 milliárd forintból 98%-os pályázati támogatással valósult meg 8 megyebeli település szennyvízberuházása, köztük Apagyé is. A hálózat 7000 család számára nyújt szennyvízkezelési megoldást 4 agglomerációban. A háztartások folyamatosan csatlakoznak a hálózatra. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel péntek este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. A térségünket észak felül súroló hidegfront mögött éjszaka még 1-2 fokkal hűvösebb, majd pénteken napközben már ismét melegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel gomoly felhős lesz az ég, záporok, zivatarok várhatók. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 20 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar továbbra is kialakulhat. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás várható, főként éjszaka. Szombaton még folytatódik a kánikula, de az északnyugat felől közeledő hidegfront hatására délután egyre több helyen várhatók záporok, zivatarok. Vasárnap a hidegfront átvonul felettünk, és megszűnik a hőség. Hétfőn újabb nedves léghullám közelíti meg hazánkat, amelynek hidegfrontja kedden átvonul felettünk, így a jövő héten már kánikulától mentes nyári idő várható, napsütéssel, felhősödéssel, záporokkal, zivatarokkal.